Szervusztok, Pajtik! Sziasztok, gazdik! Képzeljétek, egyik ismerősünk hiányolt már minket. Na ezért a gazdának szóltunk, csináljon videót rólunk. Ez a videó a ma délután történteket mutatja meg. Nagy volt a buli. Három kutya egymást nyúzta, de legfőképpen Lili nyúzta a srácokat. Hihetetlen, még hogy ennek a lánynak fáj a lába. Kapott egy gyógyszer, két napja, de azóta egész jól van. Aztán igaz, holnap megint kaphatni egyet, mert két naponta jár neki. De akkor, amikor megvan a gyógyszer, ő bizony nem sántikál. Úgy tépi a fiúkat, ahogy azt illik egy hölgytől. Szegény Artúr a szenvedő fél. Felül rá Lili, és ott rágja ezt a játékot. Nem az, nem is lehet el. Ennek tudjátok? És utána torkon ragadja Artúrt Lili, és tépi. És úgy tépi, hogy hullik a szőr. De semmi baja most, hála Istennek. Reméljük, hamarosan jó lesz már teljesen. Aztán, mintha mi sem történt volna, egy bundarázás, másik bundarázás, és együtt sétálnak tovább. Folytatják. Ott, ahol az imént abba hagyták. Így ment ez egész délután. Thank you.
így ment ez biz egész délután. Most már pihennek a fiúk. Muszáj neki, hisz jön nem sokára a délutáni séta, és addigra ki kell pihenni magukat. Arthur úgy, ahogy ki is pihente, de nézzétek csak Bencét, ott ül egy hölgy koszorúba. Neki volt munkája, éppen elég. Ennyi volt a mai mese. Sziasztok!